Sziasztok, itt vagyok Szolnokon, mögöttem van az állomás, és én majd előre fogok menni majd az járműjavító felévezető iparvágányon, ami elvezet a régi indóházig, és azt fogom majd megmutatni, hogyha sikerül addig eljussak. A régi szolnoki indóházat, ami még a Tisza parton épült, és elég sokáig ugye az volt a szolnoki vasútállomás. Na, majd ezt fogjuk most megnézni. Majd így haladunk tovább. Egyébként itt arra szemben van a szolnoki fűtőház, azt mindjárt akarok oda bezumolni. Sorba állnak a szilik, ott van egy Dacia, meg egy BZ pótkocsival. 303-as, 144-es, meg ott egy fecske szili, aminek a pályaszáma nem látszik, de majd közelebb megyünk. És akkor majd megmutatom. És ott volt egy tolató mozdony, igen, egy Dacia, amit a Posta BHV katolja. Az most fog visszajönni. Na, látjátok? Az egy darab kocsit azt tolja a fűtőház felé. Mindjárt megnézzük. Ugye ennek a kis tolató dízelmozdonynak azért Dacia beceneve, mert Romániából szerezték be. És egyébként mínusz 5 fok van, úgyhogy már kezdek fázni, úgyhogy lassan elindulok. Úgyhogy majd később, közelebb a fűtőjátszat esetleg, meg a járműjavítóhoz majd még biztos fogok jelentkezni, de most megyek. Ennyit haladtunk, ott az állomás vágányon átmenő közúti és gyalogos felüljáró óta, ahol elkezdtem, és akkor itt van egy 30-as szervény, tehát valami 3 kilométerre van. És itt egy régi iparvágány. Na, ez nem tudom. Ezt így láthatóan már nem használják. De a miénk is ott megy tovább. Ami viszont a járműjavító, ami megy, és azt használják. Sőt, azt villamosították is pár éve, hogy a villanymozdők is olyan erőből be tudjanak menni. Mert ugye ott főleg ilyen szilik meg papagáj sziliknek a fővizsgáját is végzik ott a szolnoki járműjavítóban, és igen, itt az iparvágány kapuja, és akkor oda, erre a telepre bevezet. Ez lehet, hogy itt a... Mert egyébként a szolnoki gyártelep az egy picit arrébb van. Az ott arra, ott a temetőnél, meg a járműjavító mellett. De itt nem tudom, mi lehetett. De ott látszik egy régi rakodó is, tehát itt ezek itt valami laktárak lehetnek ebben az épületben, itt mindjárt megmutatom, kicsit jobban látszik. És az ott a háttérben meg úgy néz ki, mint egy malom. Tehát szerintem az egy malom volt régen, és a gabonát, meg a lisztet, meg ilyeneket ugye vittek innen, meg hoztak ide. Hát ez tipikusan ez egy ilyen, úgy néz ki az épület, mintha egy malom lenne. Úgyhogy ez szerintem ez annak volt az iparvágány, és az is látszik így, hogy már elég régóta nem működik. De erről mindjárt képet is fogok csinálni, és egyébként ott azért mindig a fűtőház ott előttünk. És akkor ezen a vágányon végig sétálva fogunk eljutni a járműjavítóig előbb-utóbb. De az majd egy későbbi téma. Ja igen, ott viszi. Visz ki a Dacia két szilit. Egy fecske szilit, meg egy hagyományos papagájt. Egyébként a fecske szili az csak a kinézetben más, mint a papagáj. Úgy tudom, hogy semmi egyéb eltérés nincs a kettő között. Csak amikor ugye bejöttek ezek a fecske ingák, egyébként a létező legszarabb vagonok, aki kényelme minden szempontjából ezek a Posta BHV-k. És megkapták ezt a fecske használatot, akkor fényeztek át pár szilit ugyanilyenre. Hát ennyi, akkor majd haladunk tovább lassan. Ugye elveszett vágánynak a nyomai, itt látszik az ágyazatból, az megmaradt, és valószínűleg onnan ágazott ki, onnan elér, és így jöhetett. És azt nézzétek, itt még nagyon látszik a nyoma, tehát a tarra a telepein ott egyenesen vezethetett be. Egyébként az ott szemben, amit látok, az már a járműjavító területén lévő víztorony. Itt 4 évvel ezelőtt volt egy nyíltap, és akkor voltam bent, és
szemetet azt holdják ide, az látszik. De más nem. Kevítésből ennyi maradt. Ott van egy kökénybokor. Hát ott öt növi van, és akkor oda vezetett be. Ott meg úgy tűnik van egy átjáró. Nem, az ott egy út, akkor oda kimegyek. Aztán megnézzük, hogy nyilván. Ez itt egy hagyomány, ez itt egy elveszett vágány, az biztos. És valahol el nem lehetett tovább. Vagy oda be. Az a másik, hogy lehet, hogy oda bement. Nem semmi egy környék, az már biztos. És szerintem itt volt valahol a vége. Szerintem ide vezethetett valahogy be. Vagy lehet, hogy itt erre jött tovább. Hát ezt így nehéz kideríteni, de majd... Mindjárt majd itt később. Egyébként a fűtőház az még arra van, azt már elhagytuk. És haladunk a járműjavító felé. Na majd később jelentkezek, mert akkor közben merül az aksim, lehet, hogy töltőre kell tenni a kamerát. Na, hát közben letértem az útról, mert ott arra fel, ott a sideknél, ahol tovább kell menni a járműjavítói, ott ez egy elég érdekes környék, meg tele van kóbor kutyákkal, úgyhogy arra nem kockáztattam meg, hogy arra menjek, inkább itt elkerültem erre, viszont ez is már a járműjavító, amilyen megmutatom, hogy ez az utca is oda visz, mert az ott előttünk, az már a járműjavító. Csak azt szerintem az a hátsó része, és akkor ugye ott picivel arrébb, hogyha mentünk volna, akkor ott van a hátsó bejárata. Nem baj, akkor most innen is majd, amit lehet, azt így kerítésen keresztül meg fogok mutatni a járműjavítóból. Aztán látjuk csak, hát ugye a másik utcába sem mertem bemenni, mert ott is láttam egy pár kóborkutyát, ami ugye hát ki tudja, meg kicsi, meg barátságosnak tűnt, de sose lehet azt tudni. Ugye, hogyha közelebb mész, akkor mit csinál. Egyébként arra jöttünk oda az utca, és akkor ott, ahol az oszlop van, ott már, az már a sínek egy picivel arrébb, és ott a fűtőház. És akkor ezt mindjárt megmutatom, hogy... És itt mellettünk, ez már a járműjavító. Itt van egy kibelezett BHV kocsi. Ajtókat kiszedték, igen, és akkor egyébként arról lehetett volna jönni, és itt van egy-két az iparvágány is mellette. Nagyon megmutatjuk. Ott áll benne egy szili, egy fecske szili, és ott lehet arrafele bejárat, de nem az... Sok a kóborkutya, úgyhogy nem megyek arra. Majd egyszer talán máskor, mert... Elkezdésük, és akkor ez már maga a vágány, ez vett egy-két az ipartelekre. És ugye azt látjátok, hogy fényes, tehát ezt még használják. És rendes betonaljas, meg 48-as rendszerű felépítményeket itt van. TU-73-as, tehát valószínűleg ezek 70-ben ledakott betonaljak, egyébként talpák is vannak benne. Ugye megnézzük a talpasokat is. Hát van látszik rajta, úgy látom, hogy 80-as. Bizony. 1980-ban akadták ide. Hát kutya az rengeteg van, de... Ami kerítésen belül van, az nem. A szóra sem érdemes. Ezt mondom, hogy... Meg, mint hogyha arrafele valami ezért putrikat láttam volna, arrafele meg jobb nem mászkálni kamerával. Gyerünk, csak akkor szépen haladunk tovább itt az iparvágány mentén, és mellettünk meg itt van a járműjavító. Hát így kerítésen keresztül nem sokat látunk belőle, de... És ott van a víztalaj, amiről már beszéltem. Hát majd akkor később, és egyébként ez vezet el a régi indóházig is, úgyhogy remélhetőleg már nem jön semmi közben, és azt is meg tudom mutatni. És itt van egy váltó. Kb. 200 métert jöttem előre, és akkor itt van még egy bejárat a járműjavítónak. Itt van egy hátsó bejárat. És egyébként az is látszik, hogy itt a sinek fényesek, tehát ezt használják, ezt a vágányt. Sőt, ott a váltó is úgy néz ki, mint ami karban van tartva. És ott áll benne samu. Az bizony egy samu. Ja nem, az nem samu, az egy hernyó, így jobban megnézve. És igen,
ez a hátsó bejárat, igen, a fő bejárat az a szem közt van. De gondolom, hogyha valamit beláncigálnak ide, akkor azt így szokták beengedni, de viszont ugye az imént már említettem, hogy ott a leghátsó bejárat így villamosították is ezt a vágányt, ugye idáig már nem. Tehát valószínűleg a villanygépek azok a saját lábokon ott hátul mennek be, itt csak a dízelek, meg a esetek, amit vontatnak vele, az jöhet itt be. És igen, a 6-os szelvénykő volt, amikor elmentem a vágányra, és akkor hát már 400 métert jöttünk előre. Szerintem az lehetem a kitaposott út is van, és itt van a váltó. És hát látszik, hogy ezt is használják. Hát ez karban van tartva, olajozni is szokták. És hát ugye ez pedig maga a járműjavító. Ugye az egyik, ez lehet az... Ja, ez a csarnok, igen, erre emlékszem, itt voltak bent, ez itt a csarnok. Ez pedig itt az iroda. Itt vannak az irodák. Igen, így már ismerős, mondom, hogy szokott itt lenni egyébként nyílt nap, szerintem majdnem minden évben van legalább egy, amikor be lehet jönni, és akkor körbe mutogatnak mindent. Hát egyébként itt készülne az IC plusz kocsi, és amiben már kettő készen van, hát a maradék 50, az ki tudja, hogy mikor lesz. Egyébként nagyon le van terhelve a járműjavító, azt mondják, és azért is halad ilyen nagyon vontatottan ez az IC plusz vagonok gyártása. De hát ugye kevés van, ugye az északi járműjavítót bezárták, és akkor mindent át. Az északinek a szerepét teljes egészében itt a szolnoki vette át, és hát ugye eléggé túl voltak addig is terhelve, és azóta még jobban. Ez egy óriási hiba volt így 2008 környéken az északit bezárni. De hát ugye rengeteg ilyen, akkoriban meg pláne több ilyen vasútnyírbáló döntések voltak így kormány szinten. Hát és egyébként most is vannak, csak most már talán nem annyi. Meg most már azért fejlesztésre esült, akkor jól meg még alatt esetleg nagyon jutott. És szépen akkor menjünk tovább a vágányon, előbb-utóbb elérve a végéig. És egyébként itt van mögöttünk a járműjavító mögött van a temető. Azt hiszem, hogy Szolnokon csak egy van, de az jó nagy legalább. És akkor ott utána kifelé volt a régi ipartelep. Hát ott olyan a faipar, volt egy papírgyár is, egy cukorgyár is volt, és azt a telepet szolgálta ki annó ez a vágány, amíg most megyünk. És egyébként most már, hogy haladunk, tehát onnan látszik, hogy a járműjavítót most hagytuk el, és hogyha fordítunk itt a kameránk ott szembe, az már bizony az ott egy átjáró, ahol még megvan a teljes sorompó. Még azt is megkockáztatom, hogy szokták használni is, mert ugye már messze nem akkora, mint régen volt, de azért van itt kiszolgálás. Tehát látjátok ti is, hogy fényes a sín, tehát itt ezen, még hogyha nem is naponta, meg nem is hetente, de szokott erre vonat járni. És itt a járműjavítónak a háta. És ott is látszik a háttérben az a betonkerítés, ugye a szabványos, azért mávos, vasutas kerítés. Ezért haladunk, és akkor itt van ez a teljes sorompó. Itt van, de majd egy kicsit közelebb megyünk, és akkor majd még próbálok informálódni. Ja, amúgy mellettünk egy... Mi ez? Penny. Penny van. Na, megérkeztünk ide akkor a sorompóhoz. Az úgy tűnik egyébként, hogy még működik. Ott vannak a hajtóművei. És ugye itt van a bakterház, amiből kezelték, de nincs bent senki. Tehát lehet, hogy csak időszakosan van szolgálat. Egyébként itt is volt valami épület, az látszik. A nyomai. De belesve ugye... Hát van egy villanykályha bent, meg egy... Mi az ott? Na más nincs, tehát ezt nem... Hát akkor lehet, hogy még soha azt mondtam, hogy ezt használnák. Hát nem. És arrafele van a járműjavító. Viszont itt úgy emlékszem régebben, hogy itt egy nagy orvosdás sorompó volt. Tehát azt lehet, hogy mégis... Tehát a sorompót azt kicserélték. És... Az átjáróval is törődtek, mert kapott ilyen estérél gumielemeket, ami ugye ez felújítás után szoktak ilyet berakni, mert
Ezt nem olyan régen kezdték el használni, de most átmegyünk, mert most pont nem jön semmi. Ezt a... vagy mégis. Mindegy, így gyorsan átszaladunk. Ezt a lehetőséget muszáj kihasználni. És akkor itt megy tovább a vágány. Ja, ami egy tanulóvezető volt, az eleve lassan megy. Csak hát akkor ezt most láttam, amikor ide élsz. És akkor így távolról ott a vágány, ott a bakterház. De se szabó bakter, se bendegúz nincs benne. És ez a felújított átjáró. És úgy emlékszem, hogy ez a sodompó régebben, mert amikor utána itt voltam, még az nem mostanában volt, de ez egy rozsdás valami volt, úgyhogy ezt szinte kicserélték volna. Lehet, hogy az egy másik volt ugyanezen az úton, lehet, hogy volt még egy. Nem tudom, majd kiderül kicsit később. Azt beszéltem, ami katonai bázis lehet ott előttünk. Akkor lehet, hogy emiatt is van életben tartva ez a vágány. De ezt mondják kiderül. De nagyon érdekes azok ott ilyen rakéták. És akkor az meg radar. Na ezt megnézzük minden esetre közelebbről is. Meg erről muszáj fényképet is csinálni. Pedig ez tényleg egy katonai vágány, és akkor látszik ennek a modernebb a felépítménye is, mert itt rögtön átmegy betonaljasba. Itt meg ugye maradt talpfás. Tehát még valószínűleg azért is, mert ugye korábban is voltak betonaljasok, azt valószínűleg ugye volt felújítás, és akkor cserélték a talpfákat betonaljra. Viszont itt hát, és látszik, hogy ezek használt betonaljak. És megmaradt a sincsavaros leerősítés is 48-as sineken. És a kamerával megfigyelt terület, hát nem baj majd. Én is kamerával figyelem. Igen, ez katonai bázis lehet, mert ott látok benne katonai teherautót, azok ott adatok. Nem tudom, föltalált, ami látszik belőle. De... És akkor itt meg kell valami bekukucskálni ezen a kis részen itt, hogy... Na, figyeljetek. Akkor van bedugni a kamerát, hogy lássatok valamit. És akkor is innenket, ha lássam, akkor az lehet. Figyeljetek. Nem tudom, hogy fog, az a baj, nem látom a kijelzőt ilyenkor. Úgyhogy ti mit láttok, az más kérdés. De ez egy katonai bázis lesz. Most hát nem tudok jobban bemászni. Hát bemászni meg aztán pláne nem, mert nézzétek meg, szöges út van. Tehát kerítésen keresztül belesni, azt ennyire lehet. Nem, hogy bemászni hát az esélyt. Hát ki tudja, éles katonai bázison az... Nem úsznád meg egy ennyi bennyével szerintem. Vagy hát nem úsznám meg. Ez a... És hát itt... De ezt a vágány is tuti használják még, mert a vágányzáló sodompó is látszik, hogy újra van beszelve. Meg itt még meg van csinálva neki a helye is, tehát... Bármilyen vagyok, az is igaz, hogy ki van nyitva. De... Az is lehet, hogy éppen van bent egy tehervonat valahol, és... Ugye nem zárták vissza, pedig ez... Igaz, a vágányzáró sodompónak pont az a lényege ilyenkor, ezt azért szokták így használni iparvágányoknál, hogy ezt így becsukják, ugye úgy, és hogyha ha esetleg valami gyárból vagy üzemből, vagy valahonnan itt elszabadul egy teherkocsi, és akkor elindul az iparvágányon, akkor ez megakadályozza, hogy kigoduljon a nyílt vonalra, így felügyelet nélkül. Hát ezért szokták nyitni. És egyébként látjátok, hogy a szervényezés meg innen újraindult. Hát átjöttünk valahogy az átjáron, szóval szerintem ott a másik váltónál újrakezdték a szelvényezést. És ugye itt látszik, hogy az egyes, tehát 100 méterenként van szelvényezés a vasúton, még ezt már mondtam egy pár szóval, de ki tudja, lehet, hogy nem mindenki nézi az összes videómat. Ismétlés a tudás anyja, vizsga ismétlés maga kurva anyja, ugye, de... Szóval 100 méterenként szelvényezik a vasutat, tehát az egyes az azt jelenti, hogy 100 méter a kezdőponttól. És egyébként ez pedig egy... Olyan jelzés, hogy itt a föld alatt egy elektromos kábel megy. Szóval azt nem a vasúté lesz. És hát ugye itt valamelyre ez a sín megy. Szerintem tentem az Ószolnoki indóházhoz. Úgyhogy ezt szépen megkeressük. Ezt nézzétek. Itt jön a vágány, átmegy ezen az úton, és azt értek, hogy mekkora kunkor van benne. Hát itt ez követi a kerítésvonalát. És itt is van valami üzem, ami szögesdrótos kerítéssel. Ugye, ott,
És ott előttünk, meg egy kresztáll a jelző, hogy sodompós átjáró jelző, de ott meg egy macska. Ott. Eléggé megült a között már a háttérbe, de ott balra, ott látszik egy víztorony, ott meg egy nagy gyárkémény valahol. Beleveszik a ködbe, de ott van. Itt egy gyárkémény. De úgy látom, hogy a kamera az nem látja, és akkor itt megy át ezen az úton. Hát haladunk előre, előbb-utóbb. Szerintem meg lesz az a szolnoki indóház. Igen, egyébként nagyon meglepő, de az Indóház utcában van úgy, hogyha más sem, akkor majd nagyon nem találom, akkor a Google Maps-en megnézem, hogy hol van. Az Indóház utca. És ott lesz. De egyébként, hogy szerintem helyek közt. De bár biztos jó fele megyek, mert erre van az Indóház utca is. Én majd jelentkezem, hogyha megtaláltam. Na, látszik a kémény? Ott van. Na, ezt nézzétek, ilyen egy régebbi vasúti átjáró. Azt hiszem, ezt hívják aztán Bodán rendszerűnek. Ez is annyival jobb, mint a ráaszfaltozott, hogy ezeket a betonelemeket is ki lehet venni, hogyha karbantartást kell csinálni, sőt, itt eleve úgy alakították ki, hogy hozzá lehessen férni a sincsavarokhoz is, bontás nélkül, tehát ezt ugye meglazult csavarokat meg lehet csavar, vagy meg lehet erősíteni, anélkül, hogy felbontanák vágányzátba. És innen megint átment az alpás pálya, betonaljas babámjuk. Igen, tehát azt nem mondtam, de itt így az év után már ismét betonaljas lett. És ott az előtérben villog egy fénysorompó. Tehát ott még egy fénysorompós átjáró is van. És hát ez a sír is úgy tűnik, hogy ezt azért használják valamire. Hát ilyen nagyon nagy vonatforgalom nincsen, viszont nem rozsdás teljesen. Tehát biztos, hogy azért rendszeres forgalom van rajta, még ha ritkán is. De egész... Majd valaki talán pontosabban meg tudja mondani, hogy milyen forgalom van. Igen, egyébként ez egy... Mondhatni ilyen kertvárosi rész, tehát itt ilyen kertes házak vannak végig, ilyen cementén, viszont ezen az oldalon meg gyártelep, tehát a fene se tudja. De hát innen a házak ablakából nagyon jól lehetne ott a tehervonatokat nézni, meg fotózni, meg videózni. Az már biztos. Egy ilyen ott tartunk akkor, hogy ugye megérkezett a 4-es szelvény. Igen, tehát 400 méterre azért van. Azóta is elhaladtunk. Hát, ez nekem semmit nem mond ez a felirat. Majd ott a fénysodompó után talán okosabbak leszünk. Innen jöttünk, és egész sokat haladtunk már. Itt van egy fénysodompós átjáró. Ezt láttam a távolból, és ott van az a gyárkémény is, amit láttam, és arra fele is meg tovább a vágány. És látszik, hogy tudom még. Még két fénysorompó. Errefele mi van? Hát errefele meg szerintem az ipartelep. Igen, úgy néz ki. És itt van ez a nagy. És akkor itt. Itt tudunk átmenni a túloldalra. Feltéve, hogy elfogynak az autók. Na, majd jelentkezem hátértem. Ez viszont egy aszfaltozott átjáró itt. Nézzétek meg. Itt szépen, ráadásul. Hát mondjuk tisztítják ezt azért rendszeresen, mert akkora sár nincs benne, de azért akar megyni, mert ide az autó felhordják, és itt van még egy. Innestől viszont vakvágány. Itt elfogy a sín, itt a telepen belül. Hát így az indóház se lesz meg. Viszont ez még egy fénysorompós átjáró. És úgy nem láttam. Ja, de ott van, tehát ráadásul szerintem kulcsos. Hát itt ezt... Ez nem vonat által vezérelt, hanem kulcsos, tehát ott itt látszik a maga a berendezés.
hogy ide a vonat személyzet ezzel a kulcssal állítja át. Hát, feltéve, hogy a, még valószínűleg működik, és de dadazsakon kívül más is van benne nyáron, gazdetényben. Na, akkor álljányunk. És akkor itt van maga, de maga a fényesodompó is működik. Villogja a fehéret rendületlenül. Menjünk át. És itt is van, és itt van a vágány vége. Itt egy lezárt vágányzáró sodompó, ugye. És ide vezet be. Hát most ez meg nem mondom, hogy ez micsoda. Ilyen merül a kamera aksia. És ebben ezt még fel tudom venni. És ugye őrzik is. Hát mindegy, belesünk. Jából. Van is bent egy pár vasúti kocsi. Meg ott egy rakodó, állnak is bent kamionok. Ezt meg nem mondom, viszont ott egy ilyen fejlesztéses tábla. Na, talán, hogyha azt el tudom olvasni, így innen. Hát nem tudom. Napelem panel összeszerelő üzemlétesítése, tehát az valószínűleg az. És szállítanak ide vasúton is, úgy tűnik. Hát akkor ennyi, ez az iparvágány itt véget ért. Akkor ez mégis a régi szolnoki indóházhoz ment, pedig azt hittem. Mindenhet, akkor nézzünk egy Google térképet és megkeresem az indóház utcát, hogy az merre van. Itt kell lennie a közelben valahol. Most eléggé kijöttem ide egyáltalán, de valahol tuti, hogy itt van. Úgyhogy majd legközelebb onnan fogok jelentkezni. Na, innen lehet akkor a másik kerítéstől sokkal többet lehet látni ebből. Lehet, hogy nem is bázis egyébként, csak egy valami múzeum vagy valami hasonló, mert itt rengeteg katonai cucc van kiállított, az a helikopter, csak bírok jobban bemenni. A kerítésen keresztül csak ennyi látszik belőle. Egyelőre ennyi. És egyébként ez a egy tornyos épület szerintem már a szolnoki indóház lesz. Egyébként ott a háttérben már ilyen fehérre veszelt vasúti kerítések is látszanak, úgyhogy szerintem megvan. Az lesz az indóház utca, és ott lesz az indóház, úgyhogy majd onnan fogok jelentkezni. Itt van a régi indóház. Ez azért látszik, a szépen fel lett újítva, és valószínűleg ugye mellé épült ez a katonai, mert az ország nem bázis, az inkább csak vagy hát valószínűleg bázis volt, de már nem olyan funkcióban működik. És itt van ez a régi mávos kerítés, ennyi maradt meg a régi indóházból. Az vele szemben már lakóházak vannak. Ugye, ilyen kis négy emeletes panel, sorház. És akkor ez. Itt voltak a vágányok régen, így itt ez, és az volt a régi felvétel épület, és itt voltak a vágányok. És szerintem egészen a Tiszapartig futottak, mert nyilván akkor itt még kikötő is lehetett, és akkor ugye hajókról is lehetett berakodni. Hát itt meg ugye helikopter, repülő, itt minden van. De ezek ilyen katonai cuccok, itt minden. Hát az a baj, hogy így egy kerítésen keresztül nem nagyon tudom, egyszer nem tudom jobban megmutatni, mert a rácsai kerítésre rácsokkal nem fél át a kamera. Ott viszont egy rendőrségi repülő azért. Nem semmi, vannak itt az érdekes dolgok. Itt nem mondjak. Ott van egy ilyen szélirányjelző valami is, tehát most éppen nem szembe, hanem most éppen hátszél van. Nem semmi. Ez érdekes, tehát nem tudom, hogy ez most így... Ez így most egy múzeum, vagy csodát, tehát szerintem ide valami kiállítás, tehát nem tudom, hogy be lehet-e ide jönni. És nem úgy tűnik, mint ami nyitva van. Hát, meg ez amúgy csak a személyzeti bejárat, de egyébként ez a volt állomás épület. Hát, de legalább ezt rendben felújították. És
se kinéz valahogy. Hát ez meg látszik, hogy van gazdája, meg új funkciót is találtak neki. Az a téma. Itt viszont be tudok kuksizni. Így jobban, tehát látszik, ez egy... Hát ez azért rakéta kilövő. Így ránézésre. Nézzük, befér a kamera, befér. Akkor így ezt meg tudok mutatni innen pár dolgot, így lácsok nélkül. Na, az ott mi? Az egy repülő. Hát igen, ennyi. Na, megnézzük még az indóházat. Akkor az utcafronton is. És egy kérdésre itt a válasz. Ez bizony a Szolnoki Repülő Múzeum. Turisztikai attrakció is volt 2016-ban, de úgy tűnik, hogy most nincs nyitva. Úgyhogy... De mindesetre ezt így felírom magamnak, hogy ide még érdemes visszajönni. És ezt megnézni. A vasútállomástól nincs is messze. És egyébként itt van az utcafrontja magának a régi indóháznak. Meghagyták rajta a régi ézétel feliratot is, hogy Szolnok. És hát ugye itt van, nézzétek meg. Ez volt a régi indóház. Kicsit hátrébről pedig szerintem fel tudom menni az egészet. Ugye az utca túloldaláról meg majd ugye csinálok fotót is a régi épületről, de látszik, hogy szépen megcsinálták itt is. És ugye mellé épült az a másik, az a kocka, az nem volt. Az régen az a vasúté volt, azt már ugye a múzeum építette oda. De azért ennek örülni kell, hogy találtak új funkciót a régi épületnek. Eredeti állapotában fel is lett újítva. Tökéletes. Itt van innen a túloldalról felvéve az egész komplett indóház. Itt van előtte a tér. Épült ide egy parkoló is. Hát jó, ellenfényben ennyi látszik, de megvan. Itt van is. És ott a régi állomásnak a felirata Szolnok. Van egy emléktábla is rajta, igen. Bizony, ez a Pest-Szolnok vasútvonal is 1847-ben nyílt meg, és ez volt az első felvételi épülete Szolnoknak. Nézzétek még meg ezt a biciklitárolót, ezt a repülőgép formájú, nem semmi. Szóval még egyébként ugye január 22-ig van zárva, de egyébként minden nap ugye ott a nyitvatartás, megnézhetitek. Minden nap 10-től 18-ig nyitva van. Úgyhogy ide hétvégén is el lehet jönni, és szerintem egyszer el is fogok. Sok érdekes dolog van bent, úgyhogy szerintem érdemes. A túloldalt már lakóházak vannak. És addafele van a főút, úgyhogy nincs más hátra, amit visszabattyogni az állomásra. Úgyhogy, hát ha még lesz valami érdekesség ebben a videóban, akkor azt majd még menet közelbe teszem. Akkor innen az Ószolnoki indóház elő akkor búcsúzom, köszönöm, hogy ezt a videót is megnéztétek. Kommenteljetek majd, hogyha valamit még akarom. Egyébként ott van Szolnok felirat is, mutatom, meg én is itt vagyok, úgyhogy sziasztok, akkor ez a videó ennyi lett volna. Iparvágánybejárás, régi indóház is megvan, igazából amiért jöttem, a sikerült teljesíteni, megvan a régi indóház. Sikerült az iparvágányt is bejárni, úgyhogy sziasztok, ez ennyi lett volna.